Tojással, tejjel és fekete festékkel rongálta meg Céline Paul, az énekesnő testvére, a Nagybányai Képzőművészek Egyesületének székhelyét, a Képzőművészeti Galériát. Az incidens saját maga dicsekedett a közösségi oldalon. Ginyá Laura, a Képzőművészek Egyesületének elnöke, május 3-án értesítette a rendőrséget, hogy ellenőrizzék le a Képzőművészeti Galéria környékét a Bukarest sugárúton, mert felmerült a gyanú, hogy egy személy megrongálni készül a Képzőművészeti Galériát, miután az ortodox húsvét estéjén hasonló incidens történt. Pár nappal ezelőtt történt, hogy egy ismeretlen személy tojásokat dobott és fekete festékkel leöntötte a Képzőművészeti Galéria bejáratát. Tulajdonképpen a felkérés után a területre rendeltem az éjszakai műszakban egy helyi járőrséget. 2016. május 5-én 0 óra 45 perc körül egy biciklin közlekedő személyt észleltek a rendőrök. A Képzőművészeti Galéria környékén miközben egy hátizsákból az egyik üzlet előtt egy dobos sárga festéket dobott a járőr. Kollégáim őrizetbe vették, mondta Perján Gyorge, a Nagybányai helyi rendőrség főnöke. A személyt 300 lejes pénzbírsággal megbüntették, és a rendőrség székhelyére vitték. Mivel Ganyá Laura, a Képzőművészek Egyesületének elnöke által már létezett egy feljelentés Nagybányán a rendőrségnél, elkísértük a rendőrség székhelyére, ahol új lenyomatokat vettünk, de mivel nem volt ellene büntető eljárás elindítva, csak a rongálás gyanúja miatt nem tarthattuk a rendőrség székhelyén. Elkísértük a járványkórházba, mivel komoly jeleket észleltünk, hogy egészségi problémái vannak, tette hozzá Perián Gyorge, a helyi rendőrség főnöke. Céline Paul a közösségi oldalon dicsekedett tettével. Sajnos mindez csak egy naív ábrázolása annak, ami velem történik, Paula Céline testvérével. Rendben van, írta magyarázatul a helyszínen készített fényképek alá.